Telefonos felvétel a Keszthelyi Helikonról, a Pécsi Lővei Gimnázium diákzenekar a színpadon. Ők is versenybe szálltak áprilisban, és egy igazán különleges díjjal tértek haza. Felkészítő tanárok foglalta össze a versenyeket, a helikoni ünnepségek hangulatát. A legfontosabb élmény az természetesen az együttlét, az együtt izgulás, az együtt bulizás volt, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy sikere volt. Még akkor is, hogyha zuhogott az eső, mert ugye a fiatalokat ez se zavarta abban, hogy a különböző helyszínekre eljutottak és egymásnak szurkoltak a versenyeken. Nagyon szép eredményeket értünk el. Van egy egészen érdekes külön díjunk, hiszen a zenekari kategóriában a zenekarunk annyira tetszett a zsűrinek, hogy felajánlották, hogy a Republik koncertek előtt előzenekar lehetnek, úgyhogy most ennek a szervezése zajlik, már beszéltünk a menedzserrel. Ez nagyon nagy öröm számunkra. Viszont van egy kis üröm is az örömben, hiszen ugye az utazás előtt beszéltünk arról, hogy a kórus programba szerettük volna bevinni a könnyű zenét, gospel és funky feldolgozást vittünk, és hát a közönség az vastapssal ünnepelt minket. A zsűrinek ez nem tetszett, de tudomásul vettük, hiszen egy versenyen nyilván a zsűrinek kell megfelelni, úgyhogy természetesen majd a jövőben ennek fényében fogunk felkészülni, de ha a diákok helytállását nézem, akkor mindenképpen maximálisat adtak, hiszen szépek voltak, ügyesek voltak, és oda tették magukat. Képet kaphattak a résztvevők, diákok, tanárok arról, hogy micsoda tehetséges fiatalok élnek itt a Dunántúlon. Erről is beszélt a felkészítő tanár. Nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van, és ez öröm, főleg azért, mert azt gondolom, hogy bár voltak művészeti tagozatos iskolák, azért nagyrészt nem a művészeti tagozata specialitása az iskoláknak, és mégis fantasztikus teljesítményeket hallottunk, láthattunk. Azt gondolom, hogy az a vágyam, hogy az élvonalba kerülhessünk, az teljesült, hiszen a 100 iskola részvételének a ranglistáján harmadikak lettünk, tehát pontszám arányában is az élvonalban vagyunk, és hogyha a pécsi 20 résztvevő iskolát nézzük, akkor pedig a második helyen végeztünk, úgyhogy azt gondolom, hogy egészen jól szerepeltünk. Életre szóló élménye a helikoni ünnepségek, mondja az igazgató, aki már diákként megtapasztalhatta ezt. A helikoni ünnepségek fogalommá váltak a dunántúli ifjúság körében, és a pécsi fiatalok számára pedig ez különösen az, hiszen
itt komoly hagyományai vannak annak, hogy ha részt veszünk a Helikonon, akkor biztos, hogy maradandó élményeket szerzünk, és ez idén is így történt. Jó volt látni a fiatalokat, hogy mennyire örültek a Covid időszak után, hogy kiszabadultak és művészettel foglalkozhattak. Számomra ez személyes örömet is jelentett, hiszen én diákként is voltam annak idején színjátszóként Keszthelyen, utána tanárként, rendezőként több színdarabot vittem oda, és aztán pedig igazgatóként is minden alkalommal, amikor Helikon van, akkor én ott vagyok Keszthelyen. Most is ott voltam, egy napot tudtam ott lenni, de az egy fergeteges nap volt. Kinn a főtéren táncoltak a fiatalok, és azt gondolom, hogy át tudták élni azt a fajta élményt, amit egyrészt a művészet megélése, az alkotás jelentett, másrészt pedig a közösség. Két évente rendezik meg a helikoni ünnepségeket Keszthelyen, ahol bemutatkozhatnak a dunántúli középiskolások 20 művészeti kategóriában. A produkciókat egy szakmai zsűri értékeli.